Elizabeth Shue, Balog Erika. Első szülött. További magyar hangok. Lux Ádám. Földi Teri. Bókai Mária. Jól vagy? Már igen. Nem tudom, mi volt ez. Biztos csak elkaptam valami vírust. Csak nem vagy állapotos. Nem, dehogy is.
Parker! Parker, add vissza! Terhes. Szia, kicsim! Hát te még fent vagy. Igen, már vártalak. Hú, azt hiszem a férjed hálás lehet ezért. És a feleséged mit kaphat ebből a hálából? Iha, gyönyörű szép vagy. Gyönyörűbb, mint a múlt héten. Igen. Lehet. Terhes vagyok. Ez tuti? Igen, az. Biztos? Igen, biztos. 4 terhességi teszt állítja ezt rólam. Istenem, de szeretlek. Arra gondoltam, itt az ideje, hogy elköltözzünk a városban. Hát nem, mindig is erre vágytunk. Nem csak te vágytál erre? Bár csak te mondtad, hogy nem nevelnél gyereket a városban. Tudom, tudom, de most, hogy tényleg lesz gyerekünk, máshogy érzek. Na mindegy, azért megnézhetnénk pár helyet. Jó? Ismerek egy ingatlan. Na, mit szólsz hozzá? Talán. Majd meglátjuk. Rendben. Hé, tűnés innen! Tűnjön el innen! Tűnés! Hát ez... Azért hagytam ezt a házat utolsónak, mert ez egészen speciális. Nagyon különleges épület, ugyanakkor át is lehet alakítani, ha esetleg úgy kívánják. Hú, ez hatalmas. Igen, nagyon tágas, de belülről még izgalmasabb. Hú, ez gyönyörű. Ezt a gyerekek is imádnák. Maguknak van gyerekük? Ami azt illeti, épp állapotos vagyok. Ó, ez csodálatos. Igen. Gratulálok. Igen, köszönöm. Ennél jobb babaház nincs is a világon. Igen. Egy ilyen nagy birtok közel a városhoz. Félek, hogy ez túl drága lesz nekünk. Téved. Szerencsére a tulajdonosok minél előbb túl akarnak adni rajta. Valóban. Mikor a lányuk főiskolás lett, úgy döntöttek, beköltöznek a városba. Kettőjüknek túl nagy ez a ház. Kész is. Működni is fog? Hogyne. Igen? Igen, nézd csak meg.
Működik. Csoda. Egér! Jól van, na. Hol van az az egérke? Hol beszaladt van? A komód alá. Az alá? Igen. Jó. Na. Gyere, kis egér. Jó. Az már meg mit csinálsz? Akutatok lelépett. Csekkel is lehet? Igen, csekkel is lehet. Jaj, de jó. Maga költözött be Jennyékhez? Igen. 16-20 Woodland lény. Ó, igen, én és a férjem. Ott lakott Jenny. Itt dolgozott. Jó barátnők voltunk. Kösz. Igen. Köszönöm szépen. Gyógyszerek másmilyenek, mint a régiek. Igen, tudom. De nem akarok gyógyszert szedni. Én természetes szülést akarok. Nem akarsz gyógyszert? De nem ám. Mi a fene ütött veléd? Megőrültél? Hogy juthat eszedbe ilyesmi?
Anya, tudod, hogy a gyógyszerek ártanak a babának? Ártanak a babának? Igen. Na majd meglátod, kinek lesz igaza, ha megszületik az a gyerek. A jóga egy fabatkát sem ér. Egy fél kilós parazita fog kicsúszni a lábaid között. Ó, anya! Pedig így lesz, tapasztalatból beszélek. A frászt hozod rám. Nagyon helyes, ilyet csak meg. Majd meglátogatlak, de ezt addigra verd ki a fejedből. Köszönöm a támogatást. Anya, de tartanád egy percre? Leviszem pár kört. Az agyamra megy az ukatásával. Jó. Gyere. Na. Na. Futás. Anya. Anya, most le kell tennem, mert vacsorát kell főznöm Stevennek. Főzöl? Hol a csodában éltek ti? Ott nincs ételrendelés? Szeretek főzni. És Steve nagyon sokat dolgozik. Van, hogy csak 10-re ér haza, és örül, hogyha kap enni. Remélem, miután megjön a baba, már nem fog annyit dolgozni. Majd kivesz pár nap szabadságot. Akkor jó. Kösz, hogy hívtál. Majd még hívlak. Rendben. Vigyázz magadra. Jó. Szia. Parker! Kicsim! Gyere! Kaja! Gyerünk! Gyere! Parker! Parker! Gyere! Ó, te jó ég! Ó, sajnálom, drágám. Valóságos rémálom volt ez a mai nap. Jól vagy? Megöltem Parkert. Mi van? Sajnálom. Hogyan? Ez azt jelenti, hogy szörnyű anya leszek. Laura, ne hibáztasd magad. Baleset történt. Miért nem zártam be azt a rohadt ajtót? Csak ennyi múlt. Próbálj meg aludni. Sajnálom. Tudom. Tudom.
Bocsáss meg. Bocsáss meg. Van valami baj? Ne aggódjon, minden rendben lesz. Jól van. Minden rendben ment. Laura? Épp elaludt, de itt marad még egy pár napig a császármetszés miatt. Hogy van?
Igen, hogy ne, átadom. Jól, csak egy kicsit fáradtam. Pihenhet, miután megszoptatta. Na és császármetszés után javasolt az oldalán fekve szoptatni, mert a hasfala egy ideig még érzékeny lesz. Gyakorolni kell. Menni fog. Azt hiszem, nem kér. Ugyanúgyan. Ügyelnie kell arra, hogy a gyerek szája mindig a bimból legyen. Ugye nem akarja halálra éheztetni. Olyan, mintha szopna, pedig nem. Volt már ilyen. Jó. Na is innen már. A többi csupán gyerekjáték. Szia! Szia! Hello! Szia, kicsikém! Szia, bogaram! Szia! Na! Mióta van fenn? Nem tudom. Hány óra van? Fél hét körül. Alig aludtam valamit. Hallottam az egeret. Ó, Istenem, majd kihívok egy rágcsáló írtót, az biztosan elintézi. Rendben? Jól van. Na jó. Mennem kell. Szia, kicsikém. Ó, itt a mama. Így né. Szia. Hányra jössz? Majd hívlak. Lehet, hogy beteg vagyok. Nyugodjon meg, Mrs. Davis. Ez teljesen normális. Igen, de... Csak használja a kenőcsöt, amit adtam, és minden rendben lesz. Higgy el. Most sajnos mennem kell. Jó, viszlát.
A rácsáló írtó vagyok. Hello? Szia! Szia! Ugye te hívtál fel hajnalban? Nem, én... De igen, hajnali 4-kor. Minden rendben? Anya, te hogy érezted magad a születésem után? Hogy éreztem magam? Igen. Nagyon szarul. Tényleg? Hát persze, hogy is érezhettem volna magam másképp? Miért, rossz kedvű vagy? Nem is tudom, mindenért aggódom, folyton csak idegeskedem, és annyira zaklatott vagyok. Ne aggódj, majd elmúlik, idővel jobban leszel. Gondolod? Persze. Ez mindenkivel így van, csak az emberek nem szoktak erről beszélni. A hormonok miatt van. Mint ha kezdenék bekattanni. Ugyan, nem fogsz bekattanni. Elnézést! Az alaksor... Már van egy őrült a családban. Ezt a szerepet én már lefoglaltam. Hamarosan jobban leszel. Csak aludd ki magad. Legalább napi 5 órát. Na és hogy aludjak annyit, amikor a baba 2 óránként eszik? Azt nem tehetem, Steve rengeteget dolgozik. Nem kellett fel 10-szer egy éjszaka alatt. Na és te fel kellett? Váltanotok kéne egymást. Oké, dolgozik, hát dolgozzon. Aztán, ha hazamegy, dolgozzon tovább. Az apaság munkával jár, nem csak az anya felelős a gyermekért. Miatta költöztetek el a városból. Nem kell mindent neked vállalnod. Akármennyit is kürítik az irodájában, már eltalált vagytok. Anya! Igen, kicsim? Majd hívlak. Jól van. Te jó ég. Elnézést. Semmi gond. A lényeg, hogy meghallotta. Nem láttam nyomokat, de leraktam pár csapdát. Sose lehet tudni. Ha egy egér van, akkor ott van 40 is. Mint mondtam, az egér a csövekben is rohangálhat, úgyhogy én nem hagynám a naplóm a mosdóban, mert az egér azt is felzabálja. Milyen naplót? Azt hittem a magáé. Olyan lányosnak tűnt. Itt írja alá. Köszönöm. És ha gond van, csak hívjon fel. Rendben, köszönöm. Hogy érted? Nem hiszem el. Ezt nem mondod. Miért kell most beletörölni az orrunkat a szarba? Ezt le kell zárni, különben nagyon megbánjuk. Ezt nem hiszem el. Figyelj, John, késő van már ehhez. Jó? Igen. Bocs, de most le kell tennem, majd visszahívlak, jó? Szevasz. Szia, picúr! Szia! Hé-hé-hé! Hol a mama? Jó van! Laura! 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 Laura!
Laura! Laura! Jézusom, mi történt? Jól van, jól van, jól van. Meg kell szoptatnom. Jól van, minden rendben. Meg kell szoptatnom. Magára hagytam. Nem történt semmi baj. Sosem bocsájt meg. De hát nincs mit megbocsájtani. Hidd el, azonnal megbocsájtott, miután megszoptattad. Azt gondolja, rossz anya vagyok. Figyelj ide. Figyelj. Nagyszerű anya vagy. Nem, nem. Szörnyű anya vagyok. Segíthetek? Maga lenne Mrs. Davis? Igen. A nevem Mrs. Kasperian. A férje hívott engem. Babysitter vagyok. Steven hívta önt? A férje nagyon jó ember. Tudja, hogy anyának lenni nem könnyű dolog. Nekem nem kell segítség. De hát hívtak engem. Talán beszéljék meg telefonon, addig itt várok. Jó, felhívom. Jöjjön be. Köszönöm. Az anyja nem szokta meglátogatni? Nem. Hál' Isten, nem akar repülni. Oh. És hol él? Los Angelesben. Oda valósi? Igen. Mikor megszületett a gyerekem, haza akartam menni az anyámhoz, mert annyira szorongtam. De ő erősködött, hogy maradjak itt. A nagyvárosokban sokkal nehezebb az anyák és a gyermekek élete. De itt kevés nőnek van problémája. Nézze csak, milyen édesen alszik. Szeretné, hogy betegyem őt a kis ágyába? Nem. Gyönyörű, szép kislány. Folytassam a hajtogatást? Igen. Mindig sokat ennivaló. Kicsi már alszik odafönt. Önre is ráfér a pihenés. Igen, tudom. Akkor én megyek. Köszönöm. Szívesen. Pihenje ki magát. Ugye nem felejtetted el felhívni ezt a Mrs. Kasperient? Tudod, hogy ma buliba megyünk, ugye? Hogyne, beszéltem vele, idejön. Jó, jó.
Csak megijedtem, hogy talán kiment a fejedből. És lehetséges, hogy ne késsel. Úgy alakult, hogy mi is a házigazdák közt leszünk, ezért fontos, hogy üdvözöljük az érkezőket. De jó ég! És mi van az egerekkel? Nagyon jól vannak, köszönjük szépen. Van az a lány, akiről a múltkor beszélt nekem. Találtam valamit, ami az övé, és odaadnám neki. Nincs meg a száma, de New Yorkban él. Talán hívja fel a suliát. Mi is a neve? Jenny. Ne. Hogy lehet? Isten! Hol lett? Hová lett? Hol van?
Mrs. Davis. Mit csinált a hajával? Vigyázz, Nora! Igen, hát hogy ne? Jól van, baba, nyugodj meg. Nyugodj meg. Jól van, drága. Jól van? Ó, kicsikém. Pihenj csak, kicsikém. Minden rendben van, Mrs. Davis? Igen, igen. Jól vagyok. Köszönöm. Ó, szívesen. Örülök, hogy segíthetek. Maga nem boldog, Mrs. Davis. Miért mondja ezt? Egy kicsit emlékeztet engem magamra. Mikor megszületett az első babám, én sem voltam boldog. Nem éreztem úgy, ahogy egy anyának éreznie kell. Igazán? Az első gyermekem itt született az Államokban, és messze volt az otthonom. Magányos voltam, és senki sem volt a segítségemre. Nem tudtam se enni, se aludni. Folyton csak aggódtam, egész álló nap. És sokat gondoltam a halálra. Ó, szörnyű álmaim voltak, és még szörnyűbb gondolataim. Az édesanyám azt gondolta, hogy valaki elátkozott engem. És mit csinált? Sokat imádkoztam. Az segített? Nem. Elmentem valakihez, aki értett ahhoz, hogy megszabadítson a gonosz átoktól. Azt mondta, hogy ha egy nő gyermeket hoz a világra, akkor két részre hasad. Az egyik rész a baba, a másik rész az anya. De olykor a baba túl sokat akar, és ezért ellopja az anyja lelkét, és az anya haldokolni kezd. Hogyan lett túl ezen az egészen? Úgy, hogy visszaszereztem a lelkem. Hello! Szia! Szia! Azt hittem, már elindultál. Hová is? Jaj, Laura, ne mondd, hogy elfelejtetted. Jaj, dehogy, persze, persze, ott leszek, igen. Áthívtad Mrs. Kasperient? Igen, itt van. Jó, kérlek, siess. Tudod, nincs túl sok kedvem hozzá. Csupán annyit kértem tőled, hogy gyere oda időre, és hogy légy csinos, és mosolyogj, ennyit. És te azt mondod, hogy még erre sem vagy képes. Jól van, ott leszek. Tudod, hogy ez fontos? Egy óra múlva ott leszek. Jó, szuper, kösz. Szia. Szia, édesem. Ah.
Tehetetlen egy hely, komoly gondok. Ő Steven felesége? Igen, nemrég született. Teljesen más lett lőttünk, de attól még boldogok vagyunk. Az jó. Megbocsát. Nem mondtad, hogy ez egy ilyen buccos. Mit csináltál a hajaddal? Tudom, szörnyű napon volt, érted? Fogalmat sincs, hogy... Steven! Hey. Szia! Örülök, hogy kiengedted az asszonykát a házból. Laura nélkül nem buli a buli. Csodás ez az új frizura. Olyan vagány. Kösz. Na és mondd, hogy van a gyerek. Azt hallottuk, hogy ő a legszebb gyerek a cég történetében. Igen, hol hagytad őt? Otthon van a babysitterrel. Ó, nagyon kíváncsiak vagyunk már rá. El kellett volna hoznotok. Hogyan hagyhattátok otthon? Fel is hívom a babysittert. Itt a mobilon. Igen, igen, hogy ne. Tessék. Köszönöm. Olyan jó, hogy itt vagyok. Ó, köszi. Mi is örültünk. Ez szép a ruhád. Köszönöm. Mindjárt visszajön. Minden oké? Igen, hogy ne. Miért nem veszi föl? Mit képzel magát? Na és a haja, a réges, ugye? Otthon hagyta a gyermekét. Mit tett a gyerekével? Mit csinálsz itt? Haza akarok menni. Még egy pillantást. Mi van veled? Haza kell mennem. Mert pár hete éppen a mi városunkban rendeztek neki kiállítást. Laura! 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 Jó estét! Jó estét! Hol a baba? A szobájában alszik. Hívtam telefonon. Nem hallottam, sajnálom, biztos fent voltam az emeleten. Megyek és megnézem. Minden rendben van? Igen, hogyne. Valami baj van? Nem hallottad, hogy mindenki rólam beszélt? Nem. Nem értem, mire gondolsz. Nem mondd, hogy nem hallottad, hogy a bulina kollégáid milyen szörnyűségeket mondtak rólam. Értem, tehát ezért rohantál el. Nem, ide telefonáltam, de senki sem vette fel. Azt hiszem, hogy magyarázattal tartozol. Tudod, milyen fontos volt nekem ez a parti? Erre te késve érkezel.
Rémesen festesz. Majd 10 percig telefonálsz, és utána elviharzol. Sajnálom. Csak aggódtam a babáért. Steven, ne vidd el a babát anélkül, hogy szólnál nekem! Jó ég. Te vérzel. Isten! Tapasztalt vaginális vérzést? Nem. Éltek szexuális életet a szülés után? Nem. Milyen gyakran fürdik? Én zuhanyozni szoktam. Néha naponta többször is. Nos, úgy tűnik, begyulladt a varrat. Én nem akarok gyógyszert szedni. Még szoptatok, nem akarom, hogy ártson neki. Ez nem árthat neki. Ez csak antibiotikum. Naponta bevesz 3-at, és jobban lesz. Az alvással is gondja van? Igen, nagyon sokat szorongok, és úgy érzem, hogy... Vegyem be 2 ebből lefekvés előtt. Ja, szóval maga még szoptat? Akkor talán ez jobb lesz rá. Először csak egy felet vegyem be, aztán majd meglátjuk. Jó napot, Mrs. Davis. Nem tudom megnyugtatni. Nem tudom, mi a baja. Már kapott tejet és új pelenkát, és mégsem hagyja abba. Adja át egy kicsit. Néha csak annyi kell, hogy átmenetileg valaki más tartsa. Tessék. Hogy csinálta ezt? Miért hagyta abba a sírást? Azt én nem tudom. Talán jót tenne, ha egy kicsit ledőlne aludni. Igen.
Jól van, jól van. Aludjál szépen. Úgy van, jól van. Úgy van. Aludjál szépen. Isten! Ne! 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 Mit művel? Ez a kés ott volt az ágyában. Ez hazugság. Meg kell védenem a babát. Takarodjon onnan! Nem! Takarodjon onnan! Maga beteg! Takarodjon a házabon! Úr! Megölöm! Nyugi! Nyugalom! Nyugi! Még jó, hogy nem esett semmi baja. Történt szóváltás önök közt? Mondtam, hogy menjen el a kis ágytól, de ő nem ment el. Meg kell mondjam, Mrs. Davis, Mrs. Kasperient régóta ismerem, és nem tudom elképzelni, hogy bántson egy babát. Akkor miért tartott egy kést a lányom felé? Nem tudom, de utána járunk. Szia! Szia! Cigit? Bocs, semmi közöm hozzá. Sikerült beszélni Jennyvel? Azt mondtad, lehet, hogy felhívod, és érdekelt volna, hogy mi van vele. Ja, igen, majd holnap felhívom. Kösz, minden jót. Szia. Szia. New Yorki Egyetem, titkárság, tessék. Én Jennifer Fostert keresem. Ott tanul önöknél. Rendben, egy pillanat. Sajnálom, a nyilvántartásban nem szerepel ilyen nevű hallgató. Halló? Halló? Egyedül maradtam. Körbefonosodíts. Idegen vagyok a saját szobámban. Hogy mondjam ezt el neki? Hangokat hallok, kétségbe esett kiáltásokat. Vagy ezek az én hangjaim, az én kiáltások? Olyan hideg van ide bent, olyan sötét! Mindjárt jövök, kicsim, egy perc. Jó?
Valaki betört a házamba. Kihívtam a rendőrséget! Rögtön itt lesznek! Nem tudom, hogy nézett ki. Mi történt? A hölgy szerint betörtek. Oh, betörtek hozzánk? Igen. Ó, te jó ég. Itt járt egy nő, odakint volt a kertben, aztán bejött és felment a lépcsőn, és el akarta vinni a kicsit. Mrs. Kasperian? Én kétlem, hogy ő lett volna. Honnan tudja? Megfenyegette Lorát egy késsel. Nem, ő nem csinált ilyesmit. Tudod, mire gondolok? Már beszéltünk vele. Beszéltek vele? És miért nem tartóztatták le, ha? Nem Kasperian volt az. Ez biztos? Igen, inkább olyan volt, mint... Nem ő volt, de nem is tudom. Inkább rám hasonlított, jaj, nem tudom, most inkább... Elmegyek, jó? Beszélhetnénk egy kicsit? Igen, hogy nem. Nézze, én nem akarom megsérteni, de őszinte leszek. Ez nem stimmel. Talán a felesége magányos ebben a házban, és kitalált egy rémmesét. Láttam már ilyet. Tehát pusztán csak fel akarta magára hívni a figyelmet?
Maga megőrült. Egyelőre nincs okom azt hinni, hogy a feleségén kívül más is járt volna itt. Beszéltem Mrs. Caspian-nel. Azt mondta, hogy a kés ott hevert a gyermekágyában. És maga elhitte ezt? Mr. Davis, nem tudom, hogy mit higgyek. Nos, uraim, köszönöm, hogy eljöttek. Én nem azt mondtam, hogy... Viszlát. Ha van valami, csak szóljon. Minden rendben. Nem tudom, hogy mi folyik itt. Nyugalom. Minden rendben lesz, drágám. De itt volt. Tudom. Én hiszek neked. Gyere, menjünk aludni. Jól van, csak pár napot adj még, jó? Ugyanazt majd Jake elintézi. De persze felhívhat, ha valami gondja akad. Igen. Igen, igen, tudom, majd elintézem hétfő, jó? Úristen!
ott vannak. Elnézést, van valamilyen könyv az átkokról? A boszorkányságról? Igen. A legjobb a témában. Az egerek gyakran az ősök és a démonok szellemeinek követei. A gyógyszerektől jól fog aludni. Mégis, mi van vele? Még nem tudjuk pontosan, de alaposan ki fogjuk vizsgálni. Alig, ha nem szülés utáni pszichózisa van. Viszlát! Látom, kezdesz magadra találni. Az orvosok szerint is hazajöhetsz. Hol van a lányom? Jól van, anyád vigyáz rá. Nagyon sajnálom. Nem, ne mondd ezt. Bocsánat, én nem akartam ezt. Ne kérj bocsánatot. Bocsánat. Soha többé ne kérj bocsánatot. Jó, véget ért, vége. Nincs semmi baj, érted? Igen. Örülök, hogy itt vagy. Én is. Hiányzol. Itt vagyok veled. Itt vagyok. Minden rendben lesz. Minden jóra fordul. Szia, anya. Szia, kicsim. Ó. Gyönyörű szép. Igen az. Ó. És hogy vagy? Jobban vagyok. Köszönöm, hogy eljöttél. Fel sem fogtam, milyen nagy szükségem van rád. Ha mondtad volna, hogy ilyen édes, már rég ide repültem volna. Most, hogy Steven kivett egy hónap Szabit, és te is itt leszel egy ideig, arra gondoltam, hogy megint táncolni fogok. Ó, ez nagyon jó ötlet. Jaj. Olyan jó, hogy megint táncolsz, Laura. Gyönyörű vagy.
Hol a kicsi? Hát, gondolom még alszik. Megyek, megnézem. Jól van. Jó reggelt, kicsim. Jó reggelt. Hol van Jessica? Ki az a Jessica? Laura, hol a baba? Milyen baba? Jessica! 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 Magyar szöveg Simor Péter, hangmérnök és vágó Hegyesi Ákos, gyártásvezető Pesti Zsuzsanna, szinkronrendező Gál Erika. A magyar változat a Forum Home Entertainment Hungary megbízásából a Laborfilm szinkronstúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.